Angela Merkel látogatást tett a Dohány utcai zsinagógában is, ahol találkozott a zsidó szervezetek vezetőivel. A német kancellár a holokauszt áldozatainak emlékére maga is követ helyezett el az emlékezés fájánál. A magyarországi zsidó szervezetek vezetői köszönetet mondtak Angela Merkelnek a gesztusértékű látogatásért. Angela Merkel hosszasan érdeklődött a zsinagóga története és a zsidó szokások iránt. Több mint 20 perces sétát tett a zsinagógában, természetesen megállt és lerótta kegyeletét a holokauszt mártírjainak Emmanuel emlékfájánál is. Angela Merkel Fröhlich Robert főrabbi és Heszler András vezette végig. A mazsihisz elnöke megmutatta a német kancellárnak a többi között a zsidók megmentőinek, így például Wallenbergnek emléket állító márványtáblát is. A látogatáson magyar holokauszt túlélők is részt vettek. Például Fahidi Éva is, aki beszédet mondott a haláltábor felszabadításának 70. évfordulóján. A szervező bizottság részéről annak az elismerését vagy hangsúlyozását jelenti, hogy Magyarországról égették el a legtöbb embert Auschwitz-Birkenau-ban. Angela Merkel közben zárt ajtók mögött tárgyalt a magyarországi zsidó szervezetek vezetőivel. Külön szót ejtettek a magyarországi holokauszt túlélők szociális helyzetéről, valamint a német kormány által biztosított kárpótlás felhasználásáról. Angela Merkel azt hangsúlyozta, hogy Németország felelősséggel tartozik a holokausztért. A német kancellár reménykeltőnek mondta, hogy Európa legnagyobb túlélő közössége gazdagodó hitéleti és kulturális életet él. Szerinte a ma Európájának mindennél többet kell tanulni a múltjából. A tanulságok levonásához pedig élő mementó a magyarországi zsidó közösség. Köszönöm.